Sziasztok! Amíg várunk a Daisy tokennek a különböző váltokon való listázására, úgy gondoltam, hogy egy kis webiroda bemutatót tartok, hiszen a riportok most már jól működnek, lehet látni egy csomó minden dolgot, megjelentek új dolgok, illetve azoknak, akik januárban regisztráltak, akik az első nap, mint én, azoknak tegnap, akik második nap, ennek megfelelően a mai nap került levonásra az a 30%-a, amit a mesterséges intelligencia profitként termelt nekik, és ugye a 30%-ból 15% megy az Endotech-hez, különböző költségeiknek a fedezésére, illetve hát ők is szeretnének valamit keresni, illetve a maradék 15% pedig megy a kompenzációs tervbe, és a kompenzációs terv szerint a direktjeid után kapsz bizonyos százalékot ebből a profitból is. És azért van beállítva ez a 6 hónapos automata lehívás, amit ugye az elejétől kezdve tudtunk, és ez kommunikálva is volt, hogy ne az legyen, hogyha valaki 2 évig, vagy hogyha a többség 2 évig nem nyúl hozzá a kereskedési portfóliójához, és nem veszi ki a hasznot, akkor gyakorlatilag az Endotech hoppon marad, és nem keres semmit is, ugye ezt nem szeretnénk. Illetve ez egyfajta megismétlődő, vagy rendszeres jutalékként is felfogható, hogyha a csapatodat úgy építed, hogy minden hónapban hozol be embert, akkor ugye ez rendszeresen minden hónapban bizonyos mennyiségű pénzt fog jelenteni neked, és így nem csak akkor van keresetet, amikor befizet valaki alattat, hanem akkor is, amikor a nyereségét, a profitját kiveszi, vagy ő manuálisan, vagy pedig automatikusan 6 havonta. Ugye január óta nem 6 hónap telt el, de ez teljesen mindegy, ugye itt volt, hogy elindultunk, megálltunk, újraindultunk, úgyhogy valahol húzni kellett egy vonalat, hogy na akkor a 6 hónap az most kezdődik, és ugye a harmadikai webkonferencián kezdődött el, és akkor másnap, tehát 4-én kezdték el a kiutalásokat. És ezt nézzük is meg itt ugye a Funds menübe, hogyha bemész, akkor gyakorlatilag itt látsz egy kikérést, ami az én esetemben 70,52 dollár volt, tehát 8. hó 4-én 10 óra 32 perckor, és ez még nem ment át, ugye itt látszik, hogy 48 órába is telhet még ez kiutalásra kerül, úgyhogy addig nem is tudok kikérni, de hát nem is akarok, hiszen a kamatos kamat elve alapján, hogy de szépen nőtt, jó. Gyakorlatilag ami volt egyébként, amit levontak, azt most már visszahozta a mesterséges intelligencia, bőven meg 900 valamennyi 30 körül volt, amikor a levonás meg volt, úgyhogy szépen visszahoztam. Jó, és akkor gyakorlatilag, hogyha vannak embereid, akkor gyakorlatilag ide ebbe a Unilevel bónusz nevezeti rubrikába fogod kapni a dolgokat. Ezt a Vidrogrom megnyomásával tudod kikérni, ez nem tudom, hogy milyen gyorsan csinálja, nem is érdekes különösebben, valószínűleg online, és mit akarok mondani, ezt érdemes kikérni egyébként, én még várok, szerintem jövő hét hétfék, hiszen addig a csapatom első fele, akik az elejéntől kezdve a csapatom tagját vagy a csapatomat képezik, ők akkor végigmentek, és akkor mindenki regisztrált, akkor az összeset egybe kérem kéne egyenként. És akkor nézzük azt a jelentést, ami a legnagyobb confusion-t, mi az megkavarást okozta az embereknek, itt a rewards-nál, ugye ez jutalmat jelent, és 2542,07, és ugye sok ember megörült annak, hogy hoppá, kapok egy csomó pénzt. Hát nem, ezt a pénzt már megkaptad. Csak ugye a jelentés nem volt jó, és ezért nem tudtad, hogy mennyit kaptál. És ugye erre a kis füzetecskére, vagy nem tudom milyen ikonra, hogyha rákattintasz, akkor látod részletesen pontosan, hogy miből kaptad. A
A personal referrals az ugye a direktjeid, azok az emberek, akik alád regisztráltak, a te linkeddel regisztráltak, ugye az ő befizetésüknek az 5%-a ez az én esetemben annak a 10 embernek az a 180 dollár. Aztán a Matrix jutalék 1115 dollár, ez abból jön, hogy nézzük tier 1-ben, gyakorlatilag így itt lehet látni, hogy 3 ember az elsőn, 9 a másodikon, 13 a harmadikon, 11, 7, 2. Ugye ez a két szinten 4% jön a 100 dollárba, tehát 4-4 dollárt kaptam ezekért az emberekért, és ezek után pedig 3-3 dollár. Tier 2 hasonló módon. Első kettő után 8-8 dollárt, és a többiek után pedig 6-6 dollár, és ugye nekem a 6-os, meg a 7-es generáción, meg a 8-as sincs megnyitva, ezért nekem ezek elvesztek, ezek a fizetések, úgyhogy igyekeznem kell ezeket is megnyitni, hiszen ez minden egyes alkalommal 6-6 dollár veszteséget jelent számomra. Tier 3-ban ugyanez, csak 8, tehát 16 dollárok, illetve 12 dollárok jönnek itt. Tehát az első kettőből 16, és 12 a következőből. Tier 4 hasonló módon. Az első, második után 32, 32, és 24 a harmadik szinttől. És azt hiszem a 8-9 tizedikétől megint a 4%-a jön. Jó? Tehát a Matrix jutalék az ez. És ugye nem hoztam be marhára ennyi ember, tehát bepotyogtak ezek az emberek hozzám. Tehát 10 direktem van ebben a fiókban. Jó. Token Matrix. Ugye ez pedig a token vásárlások után. Ugye kaptunk itt a... Hát attól függ, hogy mikor volt a vásárlás, ugye 5%-ot vagy 10%-ot a direkt ajánlóiként, illetve 3 és 4%-ot, attól függ, hogy a Matrixba hova esett az emberke. A Matrix Check Match bónusz az pedig az, hogyha egy directed keres valamennyit, annak a 10%-ot megkapod, ez pedig 490 vagy 49,1 dollár. Tehát az emberém 491 dollárt keresnek a Matrixból. Token Matrix Check Match, ez hasonlóan, hogyha az embereim vettek tokent, és az alattuk levő emberekből vásárlás után kerestek, akkor annak a 10%-a az jött, tehát 87,24 dollár. Gold Pacesetter poolban sajnos nem vagyok bent, és a Gold Leader poolban sem vagyok bent, ebben már nem is lehetek bent, ebben még igen, de az még odébb van. Unilevel bónusz, ahogy mondtam, az a 4,3 dollár, pedig az, amit ugye a mesterséges intelligencia kereskedési számlákból való kihívások, kifizetések után kaptam. Első szinten 3,5%, azt hiszem, és akkor másodiktól meg 1-1%. Oké. Gold Pacesetter Pool, ugye 1,8% a cégben az összes vásárlás után ide megy, a Leaderbe meg hasonlóan ugyanúgy. Igen, hát ezek szép összegek tudnának lenni. Jó, úgy körülbelül ennyi, amit szerettem már ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!